Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Először is nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt előadóként lehetek. Már csak azért is, mert tavaly is volt egy ilyen szekció, és akkor kevesebben voltunk, egy nagyon családias volt a hangulat, most is családias természetesen, de attól függetlenül azért látszódik, hogy ennek a területnek, mint élelmiszer és agráriumnak a digitalizációhoz való kötődése egyre szélesebb, és nagy piaci lehetőséget is jelent. De ami itt a feladatok között szerepel, amit elnök úr is mondott, az élelmiszerválságnak a szintje, illetve a digitalizáció, az adat milyen lehetőségeket jelent a válság kezelésében. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy különbséget kell tenni a válságok között, és azért itt néha már aggodalomra adhat okot, hogy ki hogy kezeli ezt a válságot. És három szintje van az élelmiszerellátásnak, onnan kell kezdeni. És nem véletlenül tettük zárójelbe, hogy mit is jelent az élelmiszerválság, illetve élelmiszeripari válság, mert a kettőt azért elég szorosan összefüggésben kell kezelni. De a három szint az, amikor a szortiment nagyon széles körű. Mindent megkapunk, minden van az élelmiszerüzletekben, és azt is látjuk, hogy akár 20 000 feletti termékcikk jelenik meg egy élelmiszerboltban. Ki mit választ, milyen pénztárcája van, milyen igénye van fogyasztói kategóriák besorolása szerint, a szerint választ. Ez a nagyon a kánoán, mondjuk így. Aztán van egy másik szint, amikor már szűkített a szortiment, az alacsonyabb kategóriába tartozó termékek, amelyek jelenleg most akár bővülhetnek is. Ez látszódik és láttatja már magát a termelési területeken, illetve a közepes szintnek a megjelenése és a magasabb kategóriába tartozó termékeknek az aránya az esetleg mostanában csökkenhet. Gyakorlatilag jobban szétválik az olló, és jobban szétválik úgy, hogy az alacsonyabb és a felső kategóriás termékek jelennek meg. És a másik, hogy hiány keletkezik a piacon az egyes élelmiszerekből, ezt láttuk a Covid kapcsán is, amikor mindenki rohant a boltokba, hogy vegyen esetleg tészt, tehát vagy konzervet, azt hiszem ismerjük, nem olyan rég volt sajnos, és nem kell nekünk rögtön aggodalmaskodni, és pánik hangulatot kelteni, de végig kell gondolni, hogy hogyan fogjuk tudni leküzdeni ezt a kvázi válságot, ami nem is biztos, hogy válság, de attól függetlenül oda kell figyelni, és a digitalizációt kell figyelembe venni, illetve segítségül hívni majd az egész rendszernek a fejlesztése, a megmentése érdekében. Hát mi lehet az oka ennek a hiánynak, illetve ennek a problémának? Az egyik a fizetőképes keresletnek a csökkenése lehet, és az is már egy kérdés a fizetőképes kereslet vonatkozásában, hogy nincs szükség ennyiféle, illetve ilyen minőségi élelmiszerre, ezt már megbeszéltük, és ez látszik is, hogy a fizetőképesség, már azt hiszem Horváth úr tud erről sokkal többet beszélni, vagy a termelői piac kapcsán Czerman úr, hogy mennyire csökken adott esetben most a kereskedelemben a fogyasztás, de azért azt látjuk, hogy az ipari termelés vonatkozásában nem biztos, hogy a kapacitások teljes mértékben kihasználásra kerültek. És a másik fontos momentum, ami lehet, hogy az ipari termelésnek milyen lehetőségei vannak. Hát két lehetőség, az egyik, hogy nem képes előállítani az üzem azt a terméket. Ennek több része is van, az egyik, hogy nincs humán erőforrás, nincs alapanyag, most az alapanyaggal azért ezt találkozunk, vagy ezt láthatjuk. Itt csak a kukoricára gondolva, ami bizonyos iparágakban jelenik meg, de közvetett módon azért megjelenik szélesebb körben is, állati területen, takarmányozás révén, az állati technológiáknál, húsiparban, tejipari feldolgozás kapcsán. És ott a munkaerő, illetve az infrastruktúrának a megléte a megfelelő mennyiségben, illetve minőségben. És egy nagyon fontos dolog, hogy nincs elegendő, vagy van elegendő energia, de az milyen pénzbe kerül, vagy milyen annak a költsége. És a másik lehetőség, hogy mindez rendelkezésre áll, de a költsége rendkívül magas, és akkor rögtön versus, hogy szembe kell állítani a két részt, hogy élelmiszerválságnak nevezzük-e azt, hogy oké, vannak élelmiszerek, de nagyon drága, viszont a fizetőképes kereslet lecsökken. És már rögtön ugrunk egyet, mert az élelmiszertermelésnek ez egy problémája, mert nem tudjuk meg fenntartani az üzemeknek a fenntartatóságát, erről már még lesz szó a későbbiekben, már későbbi diákon. De ez az élelmiszerlánc, vagy az élelmiszerellátás biztonságához kötődik elsősorban, és nem pénzkérdése valójában, hogy van-e élelmiszer, hogy van vagy nincs, hanem az élelmiszer, ez egy stratégiai kérdés, nemzetgazdasági szinten is, illetve a nemzeti biztonság ellátás szempontjából, itt az önrendelkezést is ilyen szempontból elő kell vennünk, hiszen minden alapanyag tekintetében, termelés tekintetében, a lakosság megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel látása tekintetében ez kiemelkedő szereppel bír. És akkor ehhez kapcsolódik az élelmiszer ellátási lánc kihívása, illetve
feladatai, nehézségei, és e között 4 főpontot tudunk megkülönböztetni, de az első és a legjobban kiemelt jelenleg, mint termelési oldalról, a termelés biztonság kérdése, amiről már részben volt szó, és az alapanyagellátás itt már szóba kerül, hogy nem csak hazai, hanem az import esetében mennyire tudjuk ezt biztosítani, és egy önrendelkezés, illetve egy ilyen ellátás biztonsága egy krízis helyzet esetén azért az importnak a biztonsága megkérdőjelezhető, hiszen minden ország a saját lakosságának az ellátására törekszik ilyen esetben elsősorban. A humán erőforrást azt látjuk, egyre nehezebb, egyre nagyobb tömeget is jelentett az elmúlt időszakban, erről még lesz szó a későbbiekben. És az energia, ami nem véletlenül lett kiemelve, energiaellátásnak a kérdése, és azt hiszem jól tudjuk, hogy oké, lakossági szinten viszonylag kezelhető a történet, de üzemi szinten erről kevesebbet tud általánosságban a lakosság, de brutális számlák jelentkeznek, vagy jelennek meg manapság az üzemek részéről, és ez folyamatosan változik, növekszik sajnos. És hát ez értelemszerűen megjelenik majd az árban is, és azt láttuk is, hogy az év elejéhez viszonyítva az árak azért jelentősen növekedtek, és senki ne legyen derülátó, még a következendőben várhatóan ez még emelkedni is fog, és akkor megint ez a balansz, hogy fizetőképesség, illetve ellátási láncban az ellátás biztonsága, a termelés biztonsága hogyan valósítható meg. És van egy utolsó pont itt a energiaellátás alatt, a vízellátás, az élelmiszeripari szennyvizek, illetve technológiai szennyvizek kezelése, amivel ma még most nem kevesebbet foglalkozunk, bár az aszályt azt éreztük nagyon erősen a bőrünkön, illetve az agrárium, a mezőgazdasági termelés, de ez legalább ugyanolyan fontos lesz jövőre, mint ahogy idén előjött az energia kérdése, mert most mindig mással foglalkozunk, mert hirtelen, ahol éget, oda próbáljuk a tüzet oltani, vagy ott próbáljuk a tüzet oltani. És van egy nagyon fontos dolog emellett, hogy termelés biztonsága, az értékesítés biztonsága, mert mindig a termelésre fókuszálunk, de azért azt az élelmiszert el kell juttatni a fogyasztókhoz, és ennek több része is van. Az egyik a logisztikai rendszer. A kiskereskedelmi boltok attól függ, hogy most regionálisan kisebb boltok vagy bolthálózatokat alkalmazunk, és egy nagyon fontos rész, hogy ezeknek a logisztikai központoknak, illetve élelmiszer logisztikai központoknak és kiskereskedelmi üzleteknek a létesítése és azoknak a fenntartása hasonlóan igen nagy költséget jelent, és ezt általában azért néha elfelejtjük, vagy ezzel nem számolunk, csak legyen élelmiszer. És tényleg ez az alapvető, de a kényelem szempontjából azért erre igencsak oda kell figyelni a jövőben. És másik két fontos momentum, a fogyasztói táplálkozási szokások változása, ami most lehet, hogy néhány esetben kényszerhelyzetet fog szülni, de azt látjuk, hogy a táplálkozásnál az egészségtudatosság az egy fontos szemponttá vált, egyre nagyobb arányt képvisel a fogyasztói oldalon, persze természetesen ez pénztárca függő is, és előjönnek a különböző toleranciák, allergiák és a többi, vélt és valós módon, ahogy ez megjelenik az egyes fogyasztók esetében, és ez korosztály specifikus is egyben, úgyhogy erre figyelemmel kell lenni, és ez megjelenik a fogyasztásban. És a fenntarthatóság a másik fontos momentum, és nem csak olyan fenntarthatóság, hogy gazdasági értelemben, hanem teljes ellátási lánc vonatkozásában, a környezetterhelés vonatkozásában is megjelenik, akár a növényi eredetű, akár az állati eredetű termékeknél, az alapanyagtermelésnél. És amivel sokszor bántják részben jogosan az élelmiszeripart, hogy a környezetet milyen mértékben terheli, itt a műanyagok kérdése, azt hiszem mindenki tudja, hogy milyen problémát jelent, több munkacsoport, mi is benne vagyunk, meg most volt pont egy online meetingünk, hogy hogyan lehet ezt a hulladékfeldolgozást javítani, országszerte, illetve akár Európa szerte, akár a vízfelhasználás, a veszélyes hulladékok, a melléktermékek feldolgozása, újrahasznosítása és a csomagolanyag csökkentés révén. És ehhez kapcsolódik természetesen az energiabiztonság, és sajnos az élelmiszeriparnak van egy nagy hátránya, hogy nem nyersen szoktuk többnyire fogyasztani az élelmiszereinket, persze vannak gyümölcsök, zöldségek, igen, de ha az elsődleges, másodlagos feldolgozást nézünk, akkor ott mindenképpen valami hőkezelést, vagy megfőzzük, vagy aztán lehűtjük, a tárolási körülményeket biztosítjuk. Ennek eredményeképpen viszont igen nagy mennyiségű 5-600 kilozsúl energiára van szükség 1 kiló élelmiszer hőkezeléséhez és tárolásához, és néhány iparágat itt felvillantva, ami igen nagy energiafelhasználó, akár a fagyasztás, akár a fagyasztott zöldségek, gyümölcsök, illetve előkészített termékek, panírozott sült termékek esetében, a húskészítmények, ugye egy virslit látunk, vagy a sütőipar a kenyér vonatkozásában, azt is tapasztaljuk,
hogy manapság egy kiló kenyér azért igencsak 1000 forint vagy a fölötti értéket képvisel. És ez növekedni fog, de hát emellett ott van még a borsó, vagy a konzerv technológiák, amelyeknek az energiaszükséglete igen nagy. De hogyha megnézzünk az egyes ágazatoknak a felhasználását, akkor azt is látjuk, legalábbis próbálom látni, remélem önök is látják, igen jelentős, azt hiszem 750 petazsúl az egész ország, ez 19-es évi az utolsó adat, amit találtunk, és abban az élelmiszer, illetve abban az ágazat az iparnak a felhasználása 186, durván 190, azon belül az élelmiszer ennek kb. 15%-a 27, és nagyságrendileg a mezőgazdasággal azonos. De azért ne tévesszem meg senkit az élelmiszeripar, mert az alján ott van, vagy köz az alján a közlekedés, az a 211 petazsúl, amiben benne van a logisztika, amivel az élelmiszert el kell juttatni a fogyasztókhoz, illetve a kereskedelembe, illetve az alapanyagot is oda kell szállítani. Úgyhogy ha ebből még átteszünk, akkor igen jelentős költségek jelennek meg az élelmiszeriparban az energiafelhasználás tekintetében, és ez 19-es, most gondoljuk végig, hogy ez mennyit változott az elmúlt időszakban, mármint nem mennyiségben, de költségben mindenképpen. És itt ezért fontos ez a fenntarthatóság, illetve a rentábilis élelmiszeripari termelés, amelynek a fő költségnemei a következők, hiszem ezzel nem mondunk újat, az alapanyag, nyersanyag az adja a legnagyobb százalékot, mindig így volt, alapvetőleg ez ilyen 60-80%, bérköltség 15-20%-ra emelkedett az elmúlt években, ezen sokat szoktunk vitatkozni, hogy mennyire hatékony egy üzem, hogy ez 10% körül tartható, vagy akár ez 20% fölé emelkedik. Ebben vannak azért nagy különbségek, ágazati szinten is eltérnek, meg a fejlettségtől függ is ez az érték. De az energiaköltség az jelentős, ez a 10-25% lett a korábbi 3-8, maximum 10%-hoz képest. És egy nagyon fontos, nem hiába szűkített, vagy szürkítettem be a logisztikai költséget és az értékesítés költségét, mert azzal is számolni kell, de az nem direktbe jelenik meg a termelési mutatókban, illetve a terméknek az árában, az előállításban. És hogyha visszanézzük, vagy tovább megyünk, akkor az alapanyagárak az elmúlt időszakban nagy mértékben növekedtek, másfél-kétszeres árak, akár csak egy hús vagy hús alapanyagra gondolunk itt a takarmányon keresztül, a tej vonatkozásában is sorolhatnánk a vaj, most manapság mennyibe kerül a kiskereskedelemben, csak egy-egy példa. És így ez a másfél-kétszeres ár az jelentős emelkedés mutat, de az energiaár az 5 és 10-szeres attól függ, hogy elektromos vagy gázenergiáról beszélünk, de azért vannak olyan esetek, amikor a 17-szeres árnövekedésre is tapasztalunk, attól függ ki, hogy kötötte a szerződését, vagy meddig tart a szerződése, brutális helyzetet jelent, sok üzem feladja magát, vagy fölteszi a két kezét, hogy majd meglátjuk, mi lesz, és évvégéig tervez. Úgyhogy ez okozhat egy problémát, és ami az árképzésben egy nagy problémát jelent ilyen szempontból, hogy igaz, hogy változtak ezek a százalékok, de megváltozott az arány a kettő között, mármint az alapanyagár és a rezsiár között, és ez az eloszlás jelenteti azt, hogy az árban, hogy az árrés az csökken, és egyre kisebb lesz a bevétel, és belekerül az élelmiszeripar egy olyan spirálba, ami gyakorlatilag negatívba fordul, és nem fog itt profitot termelni, nem tudja magát fenntartani. A tartalékok nem túl jelentősek, van akinek több a tőkéje, de azért jellemzően a hazai élelmiszer előállításnál nem vagyunk tőkével túlzottan ellátva, és abból jöhetnek egy olyan fenntartatósági problémák, amely az élelmiszer ellátás biztonságát kritikussá teszi. De akkor mit lehet tenni, és ez a lényeg, hogy ne borulátók legyünk, hanem a lehetőséget lássuk ezekben a kihívásokban, ezekben a nehéz helyzetekben. A digitalizációnak óriási szerepe van, több területen is, már itt az alapanyag termelésbe kell rögtön gondolkodni. Tudjuk, hogy milyen alapanyag áll rendelkezésre, hol, milyen mennyiségben. Tudom, hogy ezek szenzitív anyagok, adatok, tudjuk jól, de azért több kezdeményezés, kutatásfejlesztési pilot projekt elindult ebben a témában, és lehet együttműködni a partnerekkel, mert mindenki érzi, hogy a termelő, ha tönkre megy, mármint a feldolgozó, akkor az alapanyag termelő hova teszi, kinek adja el az alapanyagát, és fordítva oda-vissza, illetve a kereskedelem is aggódik, hogy mivel fogja megtölteni a polcokat. Ez egy furcsa helyzet kezd kialakulni így az egész ellátási láncban, és aki ezt időben felismeri, akkor ebben pozitívként, meg társként lép fel, és együttműködő partnerként jelenik meg. Viszont ehhez kell, és ez nagy lehetőség, hogy ezek a rendszerek, az adatrendszerek egymással tudjanak kommunikálni, össze lehessen kapcsolni. És hát ez, ami fontos, hogy Varga
elnök úr is szokta mondani, az adatrendszereknek az összekapcsolása, illetve az interoperabilitását kell megteremtenünk, és ez nem csak az alapanyag vonatkozásában jelenik meg, hanem a technológia tekintetében is, a gép-kép közötti kapcsolatok megteremtése, az internetes rendszereknek a kialakítása a gépek kommunikációjában. És néhány technológiai dolog, hogy előjött, hogy olcsósítsuk az élelmiszereket, hogy tudjuk, hiszen a legnagyobb költség az jelenleg az alapanyag, akkor olcsóbb alapanyag legyen. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy a fogyasztós érezés tényleg ne legyen rosszabb. Tehez is olyan fejlesztésekre van szükség, adatbázisokra, amelyekkel ezt össze lehet hozni. Nagyon sok lehetőség van ebben egyébként, és mérésekre is van szükség emellett. Csak egy példa itt a végére, hogy a hűtési és a hőkezelési rendszereket hogyan lehet optimálni élelmiszerbiztonsági szempontból. A Navy kollégákkal is egyeztettünk e tekintetben, hogy mi az a idő-hőmérséklet összefüggés, hogy meg legyen a megfelelő hőkezelés, biztonságos legyen az élelmiszer, viszont mégis tudjunk spórolni néhány százalékot, és ez egyébként összességében nem is kevés, mert egy picit odafigyelünk, 10%-ot tudunk spórolni. És ezzel függ össze gyakorlatilag, ha már mérés és automatizálási rendszerek, ami az informatika világának az egyik az alapja, az adat. Adat rengeteg áll rendelkezésre egyébként eddig is, vagy állt rendelkezésre és árrendelkezésre, csak nem tudjuk felhasználni, vagy feldolgozni, felhasználni. Ezekre szakemberekre van szükség, képzés, és az egyetem oldaláról ezt hozzá kell tegyem, hogy ebben számos lépés is a digitális élelmiszer stratégiának, amit múlt héten lett elfogadva, egyik fontos mozzanata és feltétele, hogy ezt tudjuk folytatni, fejleszteni. Meg is van erre a megfelelő program. De ezeknek az adatoknak a feldolgozására szükség van. És amit ki kell emelni, hogy önmagában ez nem megy, az élelmiszeripari szakembereknek és a digitalizáció, illetve az informatika szakembereinek össze kell dolgozni, mert csak így fog működni. Szóval az olyan határterületek, akik idáig nem nagyon találkoztak, csak úgy egymás, hogy volt egy laptopunk vagy egy telefonunk, a másik oldalon megismertük a vajaskiflit, össze kell kapcsolódni, és gyakorlatilag együtt kell dolgozni, és nagyon sok eredményt fogunk elérni. Legyen az az energiafeldolgozás, a mérése, nagyon sokat lehet rajta spórolni, nem csak az alternatív energiák révén, hanem úgy, ha van adat, akkor tudunk ott is spórolni, kondenzáció és a többi révén az adatok ismeretében. És valójában ez a lényege a végének, hogy egy adatalapú döntéstámogató rendszert alakítsunk ki. Lehet az magában, bocsánat, a termelés oldalán, vagy kereskedelem oldalán, készletnyilvántartási rendszerek, alapanyagbeszerzés, ne álljon sokat az anyag, ne romoljon annak a minősége, ne álljon benne a pénz, mert az is pénzbe kerül, ezeket sokszor nem számoljuk, mert jó, hogyha van, csak éppen nem tudjuk forgatni a pénzünket, szóval számos olyan terület van, beleértve a kereskedelmet, a fogyasztói igényeknek a felmérését, amiben adattal rendelkezünk, de nem tudjuk, nem ismerjük annak a tartalmát. Ezért kell nekünk, ismételten felhozom, hogy azokat a tudományterületeket összekapcsolni, ahol az informatika és az élelmiszeripari szakemberek együttműködnek, és egy szorosabb együttműködés révén tudunk fejleszteni, és az élelmiszerválságnak a minimálására törekedni. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, csak néhány ábra, talán a pálinka ebben a legjobb, mert egy kicsit akkor felvidít mindenkit. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen. Tehát valóban egy ilyen előadás után némi pálinka, az lehet, hogy jó lesne. Senki ne reménykedjen abban, hogy nem fog leállni az élelmiszer áremelkedés. Jó, hát beszéljünk a valóságról, de ehhez valóban kéne egy kis pálinka. Tehát mielőtt ide jöttem, azelőtt végültem egy kerekasztalt, amelyik az energiaágazatról szólt, és ugye ott hát ugyanúgy hasonlóan energiaválság, mind az elektromos, mind gáz, mind a többi energiahordozó van. Ugye nekik van egy hatalmas előnyük, amit ők még nem is látnak, mert nem ülnek itt, hogy ugye például az elektromos energiában ugye létezik egy Mavir nevű szervezet, aki pontosan méri a hálózatot, és nem már hogy a hálózatot, a fogyasztást, illetve be is tud avatkozni, szabályozni tud, el tudja osztani a meglévő áramot, akár le tud kapcsolni fogyasztókat, vagy fogyasztói környezeteket. Ugye ez az élelmiszerben nincs. Tehát mondhatni,
azért nincs, mert eddig nem volt rá szükség. Tehát, hogy ahogy itt el is hangzott, ezek ugye piac alapú, ugye a piac szabályozta ezt ennek az ágazatnak a működését. Majd bejött több olyan zavaró tényező, amikor mondhatni azok, akiknek dönteni kéne, hogy mikor kapcsolunk át abba a kvázi veszélyhelyzetű üzemmódban, amikor szabályozni kell magát az áramlást, tehát az élelmiszer áramlást. Szerencsére nem értük el ezt a szintet, de voltak napok vagy órák, amikor erről volt gondolkozás, hogy vajon tényleg van elegendő csirkemell az országban, vagy mivel fogjuk kiváltani. Látok itt ilyen enyhe mosolyokat. De minden esetre ezek fölmerültek, ezek a kérdések, és nem voltak egzakt válaszok. Úgyhogy az első kérdésköröm az lehet, hogy hát így érzékenyen érinti akár az itt ülőket is, hogy szerintetek milyen fejlesztésekre, vagy milyen digitális megoldásokra lenne szükség ahhoz, hogy lássunk a pályán, vagy egyáltalán szükséges-e valamiféle központi megoldás, önmagában a piac össze tudja rakni ezt az adatkészletet, amivel egy állam, illetve hát egy országnak az élelmiszer ellátása, ami eddig piaci alapon oldódott meg, az kvázi hát nem ellenőrizhető, hanem átlátható, illetve olyan értelemben ellenőrizhető, hogy minden része megvan-e. Tehát, hogy azok, akik döntéshozói helyzetben vannak, azok minden információhoz hozzájussanak. Tehát milyen ilyen digitális megoldásokra lenne szükség? Ha egyáltalán szükség van, az is válasz, hogy nincs szükség, így minden jó van, ahogy van, csak vagy lenne-e szükség, ha igen, akkor milyenre? És nincs sorrend, tehát, hogy ott egy mikrofon, meg itt egy mikrofon. Bárki. Szerintem működik. Köszönöm szépen, gratulálok az előadáshoz. Mondhatnám azt is, hogy kész vagyunk, tehát annyira teljes volt, hogy szerintem el is indulhatunk haza. Egy-két dologba tudnám kiegészíteni, vagy árnyalni ezt a képet, amit arról elmondtál. Még hogyha szabad, Péter, nem térnék rá az általad feltett kérdés megválaszására. Szerintem ez egy fontos dolog lenne, hogy lássuk tisztán a jelenlegi képet. Annak nagyon örültem talán, hogy elmondtad te is, hogy nagyon sokat beszélünk a termelésről, ami helyes egyébként, viszont keveset beszélünk a logisztikáról és a kereskedelemről. Tehát a kereskedelemre és a logisztikára hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint egy ilyen közvetítő közegre, ami nyilván ráteszi a maga árését, vagy használt a termelésre tulajdonképpen. De hogyha magának a logisztikának és a kereskedelemnek is a költségszintje megemelkedik, akkor ott is emelkedik a költségszint, tehát dupla emelkedés van, és erről azért hajlamosak vagyunk megfeledkezni, szerintem ez valóban egy fontos dolog. A kérdésedre, hogyha visszatérhetek, hogy milyen digitális megoldások segíthetik ezt a dolgot, tehát ez egy az én meglátásom szerint kb. 100 felé ágazó kérdés, és ennek a válasz is nagyon sokrétű. De ha már talán utalt rá, ugye múlt héten megjelent egy kormányhatározat, ami azért reménykeltő, tehát a digitális élelmiszeripari stratégia, az elindult ebbe az irányba, hogy legyen egyfajta ágazati adat megközelítés vagy adatkészlet, ami létrejön. Ennek az egyik lába, amit én itt kiemelnék, ez az élelmiszernyomon követésnek az újra felelvenítése, az ezzel kapcsolatos igények újra asztalra tétele. Ez persze megint 500 féle kérdés kinyit, de az egy nagyon jó dolog, hogy ezt a kormányzat felismerte, hogy ezzel foglalkozni kell, és egyáltalán itt van. Tehát mikor máskor, hanem egy válsághelyzetben ezeket a kérdéseket újra ki kell rakni az asztalra, hiszen ezek megoldást jelentetnek pont erre a helyzetre, amiben kerültünk, vagy hát van az egész élelmiszerellátási ágazat. Úgyhogy egyenlőre még nem belemelve a részletekbe, ennyit mondanék, hogy van most egy jó értelmezési keretrendszer újra az asztalon, ami ennek a megoldása irányába hat. Jó, hát akkor egy javaslatunk már van, az a nyomon követés, tehát
Kérhetem, már szerintem endélkül is hallja mindenki. Hogy a kereskedelem oldaláról nézem, és beszélünk a digitalizálásról, hogy milyen adatok vannak. Tehát a kereskedelem kezében ma már, és más kezében is, mert azért összefut minden a napnál, de a kereskedelem kezében ott van minden adat arról, hogy milyen fogyasztás van naponta, milyen fogyasztás van hetente, akár éves szintre lebontva, illetve a változásokat is nagyon jól látjuk. És igazából ez egy óriási előny lenne, hogyha ez az adat halmaz, ez eljutna ahhoz, aki ezt az élelmiszert előállítja. És ez a kapocs, ez nagyon hiányzik most egyébként az egész élelmiszerláncból, hogy azokat az adatokat, ami a vége, és ami egyébként le tudná csökkenteni ennek az adatnak az ismerete, az élelmiszerpazarlást, jobban lehetne tervezni a gyártásokat, ezáltal gazdaságosabban is lehetne gyártani. Ez hiányzik, ez a kapocs. És mit nem mondjak azért, mint Spár, hogy hazabeszéljek, azért van egy olyan előnyünk azzal, hogy működtetünk két húsüzemet, illetve egy convenience üzemet, hogy látjuk ezt az egész vonalat, mert ezt az adatot fogom, megnézem, hogy jövő héten várhatóan mi az a mennyiség, amit el fogunk adni ebbe a 600 boltba, és ez alapján tervezem a gyártásomat sokkal kevesebb veszteséggel, sokkal rövidebb kiszállítási idővel, sokkal kisebb készlettel lehet erre készülni, és ez nem kellene, hogy mondjuk csak a Spárnak a kiváltsága legyen, nem az persze, mert azért másoknál is megvan ez a gondolkodás, csak ott mindig beépül még egy láncszem, legyen az egy nagykereskedő, vagy legyen az egy bármilyen egyéb újrafeldolgozó. Tehát ez az információ, hogy bekerülne egy halmazba, és ezt ki tudná venni minden termelő, ez nagyon sokat segítene nagyon sok problémánkban, véleményem szerint. Köszönjük. Én egy picit más megközelítésből próbálok válaszolni a feltett kérdésedre. Hogyha felülnézetben nézzük az országot, akkor ugye van egy adóhivatalunk, aki számla oldalon ma már gyakorlatilag mindent lát. Szerintem az a nagyon szerencsés helyzet, hogy a szomszéd termekben van Vágóhelyi Ferenc kollega most már, aki egy zseniális adat szakértőnek tekinthető. Most éppen ő ugye a NAV-nak az elnöke, és az egyik fő feladata, hogy ezt az adathalmot, ami ott képződik, értelmes célokra használják. Én azzal nyüstölöm őt, meg a kollégáit, hogy ha a számlázásnál olyan technikai módosításokat be lehetne vezetni, ami valójában nem kerül semmibe, nevesítve kötelező legyen megadni, hogy az a, egy ilyen legördülő menüből, hogy az a számla, amit én kiállítok vállalkozói oldalon, az pontosan milyen TAR kódot és mögött esetleg milyen konkrét terméket, szolgáltatást tartalmaz. Abban a pillanatban, hogy ez mindenki így állítja ki a számláját, képződne ugye a NAV oldalán egy tökéletes adat minden egyes napról, hogy mi történik a gazdaságban. Van némi jogszabályi problémája, hogy így állítsunk ki számlát, ez szerintem meg kell oldanunk, de onnantól kezdve a NAV alkalmas arra, hogy számla oldalon tökéletesen lássa, hogy mi történik, előállítás, logisztika, kiskereskedelem, mindenféle oldalon. Nagyon remélem, hogy meg is tudják csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy most már van egy határozott szándék arra, hogy ilyen típusú fejlesztésekbe is belelépjen a NAV. Ez ugye szembe megy tulajdonképpen azzal a gondolkodással, amit évtizedek óta hurcibálunk magunkkal, hogyha valamiről makrogazdaságban képet akarunk, akkor a KSH felé nézünk, KSH meg valamilyen adatgyűjtés alapján megszólítva a legnagyobbakat, vagy éppen mintavétellel ugye megpróbál valami adatot előállítani, lehetőleg ugye több hónapos vagy éves késéssel, mert nem tudja más, hogy megcsinálni, tehát ez nem kritika az észemről, de ez ugye nem egy jó logika. Tehát az adat, ha ilyen módon digitalizált formában kötelezően bemegy egy központi szervezethez, azt ugye lehet értelmesen utána már hasznosítani. Szerintem ezek a fejlesztések azok a quick win-ek, amiket nagyon gyorsan be lehetne húzni, és például egy teljes képhez akár napi szinten látva, hogy mi történik egy csirkemellár befagyasztás kapcsán a gazdaságban, rögtön lehet látni, hogy akkor a Spár, meg az összes többi olyan üzem, aki
ezeket előállítja, csomagolja, hogyan reagál például erre, holnap után már biztosan elemezhető formában ott van az adat. Ez az egyik meglátásom, hogy én biztosan ezeket, ezt a megoldást erőltetném, és szerintem ezek nem drága fejlesztések, csak akarat és jogszabályalkotás szükséges hozzá. A másik, hogy én ugye hangsúlyoztam, és például nem értek a mezőgazdasághoz, csak az adat oldalára érkezem. Mi olyan precíziós mezőgazdasági szolgáltatást adunk el, ahol a végén, ott a legvégén lévő szereplőknek például lokális meteorológiai adatot adunk el. Egy olyan cucc, áramsáron kell hozzá, önműködő, oda visszük, letesszük, és egy applikáción keresztül látja a gazda, vagy aki ezt használja, a helyi meteorológiát, tehát hogy mi történik ebben. És tulajdonképpen azzal találkozunk, hogy egyrészt van egy generációs különbség, 50 év felett nem tudunk eladni, tehát hogy tényleg ott lehet húzni a vonalat, 50 év, 30 és 50 év közöttieknél meg nagyon intenzív az érdeklődés, és elnézést kérek a kivételekért, de ezzel találkozunk a végpontokon. A 30 és 50 év közötti generáció viszont rendkívül affinisan nagyon is megnézi, hogy mit kap cserébe, és jönnek az ötletek, hogy mi mindent kellene még csinálni. És szépen lassan körvonalazódik előttünk is, hogy ez a generáció ez nagyon is akar kezdeni az adattal valamit, sőt igénye van arra, hogy mindent mérjen. De azok a megoldások, amik jelenleg elérhetők a piacon, az összes problémája nem hoz megoldást. A nagyvállalatoknál van a technológiai igény, ami az SAP-ba való végződtetést hozza magával, és teljesen mindegy, hogy ezt a combine-ból vagy a meteorológiából várják, de nagyjából az a cél, hogy mindegy, de menjen be a nagy központi ERP rendszerbe. Ott általában az informatikust arról kell meggyőzni, hogy ne feltétlen egy olyan lekötöttségi állapot hozzon már létre, hogy az amerikai rendszerektől való függősége az lehetetlené tegye a váltást. Tehát ott azzal küzdünk általában, hogy olyat megyen meg, ami esetleg egy kicsit nyitottabb, vagy ne egy ilyen lekötéses helyzetet hozzon létre. De a másik végén, meg a kis termelői szinten, meg ott ugye nagyon messze vannak az ERP-től, ott meg ezek a kis nagyon egyszerű, quick win-ekre váltható megoldások azok, amik mennek. És szerintem ez a fajta gondolkodás most már azért a mezőgazdaságban én azt érzékelem, hogy ott van, tehát megjelent ez az igény. Kell még egy pár ilyen tanulási év, és az, hogy a mobil, tehát mindennek a mobil legyen a végződtetése, ami hozhat szerintem gyors áttörés, de felső szinten nézve én a NAV-ban hiszek. Hát ez is egy érdekes. Itt még nem hangzott el, hogy a NAV-ban hiszek, de én örülök, hogy eljutottunk idáig. És még mielőtt Istvánnak átadnám a szót, akkor ugye, csak hogy ez nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a nyomonkövetés, a termék nyomonkövetés, ugye az is létezik, mert hogy, de ugye kötelezően kvázi papír alapon létezik, tehát annak nincs NAV-ja. Az, hogy vannak cégek, akik magukon belül azt elektronikusan csinálják, az egy dolog, de ugye a nagy rendszer az kvázi papíron. Tehát ott is előáll az adat, csak nem férünk hozzá már, hogy nincs egy ilyen mavíros forgalomirányító történet. Illetve ugye itt jön be a termelés és a feldolgozás közti, hát hogy mondjam, szakadék vagy gap, mert hogy adatügyileg onnan nem jön át az adat, mert hogy az a fajta, tehát a termelésben lévő adat, az nem része ennek a nyomonkövetésnek. És akkor most adnám át a szót az Istvánnak, hogy mindezt a termelő oldalról, tehát hogyha lenne mondjuk fogyasztói adatunk, akár, tehát valahogyan mondjuk a NAV-ból, lennének nyomonkövetési adataink, termelési oldalról, hát azt mondom, hogy látjátok, vagy te hogy látod, hogy mi kéne ahhoz, hogy itt ez a, végül is ugye maga az élelmiszerválság az ugye fogyasztói oldalon érzékelhető elsődlegesen, hogy ugye ott voltak, hogy van, nincs, csökken a szortiment, stb., meg drága. Jó,
Ugye a termelők vannak a legmesszebb a fogyasztótól, de szerinted mi az, amit ott kéne digitálisan mahinálni, hogy könnyebb legyen, vagy ez a válság úgymond kisebb kockázattal járjon? Most biztos, hogy megmondom a megoldást. Tehát köszöntök mindenkit szeretettel. Az az igazság, hogy nagyon nagy mélységei, magasságai vannak ennek az egész történetnek. És a legnagyobb probléma az, hogy amikor egy hiány keletkezik, vagy akár egy igény, egy hirtelen válság, azt azonnal tehát a termelő oldalról azonnal nem lehet megoldani. Tehát van egy nagyon komoly ciklus a mezőgazdasági termelésnek. És itt az a kérdés, hogy hogyan lehetne olyan rendszereket kialakítani, és itt azért is jó, hogyha nem csak a szűk Magyarország területében gondolkodunk, hanem próbálunk Kárpát-medencében gondolkodni, és a Magyarország határain túl környékén élő magyar emberekre, magyar gazdákra is, az ők erőforrásaikra is számítunk akkor, amikor úgymond az élelmiszerbiztonságról beszélünk, mert valószínűleg, hogy sokkal komolyabban és sokkal biztosabban meg lehetne ezt tervezni. És ha azt nézzük, hogy Magyarországon 5 millió terület, határon túl legalább 2 millió magyar emberek kezében különböző adottságokkal és olyan lehetőségekkel, amelyel úgymond ez az élelmiszerbiztonsághoz be tudnának csatlakozni, ez egy érdekes kérdés. És az, hogy lehet ezeket a termelőket olyan szinten felemelni és bekapcsolni a rendszerbe, hogy lehet úgymond szaktanácsadással olyan szintre emelni, és itt rengeteg eszköz van, tehát csak Romániát nézem, most ismét indul a vidékfejlesztési kiírásokban, plusz pontot számot jelent, plusz intenzitás jelent az agrárdigitalizáció, és mi a falugazdász hálózattal ezt próbáljuk segíteni, hogy minél inkább a gazda azt fejlesz, ami neki leginkább szüksége van, azt a gépet vegye meg, és azokat az adatokat tudja használni, és érdekes, amikor a Digitális Agrár Akadémiával körbejártunk, akkor például a fejű robotok azok hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek, és nem csak azért, mert nagyon komoly fizikai munkát sporol meg, nem csak azért, mert a fiatalok számára egyáltalán az állattenyésztést szimpatikussá tudják tenni, hanem azért is, mert mikor a számítógépen látja, illetve a telefonján látja, hogy igen, ebből a 100 tehénből melyik a 10 leggyengébb, amelyiket ki kell venni, és tudja, hogy folyamatosan hogy kell a cserét megtenni, akkor is már ezeket a döntéseket a mi gazdáink meghozzák, és az a jó, hogy képesek akár integrációkra is, tehát hogy képesek arra, hogy akkor 5 ember összeáll, létrehoz egy szövetkezetet, már így tudnak 90%-os intenzitású pályázatot behozni, és így tudnak ilyen fejlesztéseket megtenni. És azt gondolom, hogy ez az alapja annak, hogy meg tudjuk tartani a földet, és egyáltalán tudjunk jó minőségi élelmiszert előállítani. Növénytermesztésben is látszik, hogy akkor, amikor azt mondtuk, hogy igenis talajmintákat kell venni folyamatosan, meg kell nézni folyamatosan, érdemes megnézni növényvédelmileg, ne az legyen, hogy amit ezelőtt 10 évvel műveltek, hogy akár ilyen hát vegyszer mixet, tehát 4-5 féle növényvédőszert rányomnak a burgonyára, már az aztán biztos megfogja, és hogyha 14 napig írták elő, hogy akkor annyi a hatóanyag, akkor 10 napban vagy akár 7 napban rakták a következőt, már akkor biztos, hogy megmarad, és el lehet képzelni, hogy milyen szintű vegyszert többletet kaptak ezek a növények, mennyivel sokkal több pénzt költöttek rá. Tehát, hogy igazából azt gondolom, hogy az, hogyha végig tudjuk követni az egészséges élelmiszernek a nyomát, és azáltal meg tudjuk különböztetni, úgymond, hogy igenis, akkor ez a növény, ez a burgonya, a pityóka, hogy mi mondjuk, ez egészséges, mert ebben nincsen plusz, de ezt pontosan végig tudtuk követni, és ezt az értékesítésben, a hálózatokban ugyanígy meg tudjuk jeleníteni, ez egy óriási nagy dolog lenne. De nagyon sok példa van, és azt gondolom, hogy vannak lehetőségek, és ez az irány, ez jó,
és tényleg itt nagyon sok olyan folyamatot sikerült elindítani az elmúlt időszakban, amelyek azt gondolom, hogy arrafele mutatnak, hogy a közös megoldásokkal ezekre a krízisekre lehet válaszokat adni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én csak annyit tennék hozzá, hogy ez a kereskedelem oldaláról, fogyasztás oldaláról végigkövetve, vagy visszafejtve a folyamatot, az egy nagyon jó dolog. Ha látjuk, amit Spártól, Horváth úr is mondott, hogy a termelésben milyen, mit kell termelni, mennyiszer van gépáltállás, mert újra töltjük a töltőt, az új bér, teljesen mindegy, milyen termékről van szó. De így tudunk optimálni, óriási nyereség, vagy óriási spórolást tudunk végrehajtani. És az, ami nagyon szimpatikus, mi próbáltunk más vonalon, de hasonló elvek mentén, a NAV-ot, és örülök, hogy ezt említetted, a NAV-ot segítségül hívni, illetve ez még csak az elviekben van meg, teoretikusan, mert hogyha be lehet azonosítani az egyes élelmiszereket, termékeket, akkor lehet olyan adatot nyerni, ami segít ebben a rendszerben, hogy tényleg mi a szükség, vagy mire van szükség a fogyasztói oldalról, és azt vissza, milyen fogyasztás van, milyen mennyiségben, és ennek már társadalmi szempontból is óriási szerepe van, népegészségügyi tekintetben, miből mit fogyasztunk, milyen mennyiségben visszük be fehérjét, zsírt, és a többi sorolhatnánk. Tehát ez az adat óriási lehetőségeket jelent, és tényleg nem hiába ülünk itt most már többen, mint tavaly, meg aztán még többen, meg mégiscsak az agrárium rendszere is még a fő épületben kapott helyet. Jövőre azt hiszem még többen leszünk, úgyhogy ez egy kiváló lehetőség itt végigvéve az egész ellátási láncot. Köszönöm szépen. Akkor, tehát most azon kívül lefordítva, hogy a NAV-ot összekötjük a termelőkkel. Tehát, hogy valamiféle adatértéklánc kezdett itt összeállni, vagy hát az a helyzet, hogy a termékértéklánc megvan, mert ami termelődik, az eljut hozzánk, de már fogyasztókhoz, de ugye itt az adatokkal, ez az értékláncban van nagy szakadás. Szerintetek mit kell ahhoz tenni, hogy tehát hogyan kéne ezt elindítani, hogy kialakuljon most Kárpát-medencébe, de akár most szűkítsük le Magyarországra egyfajta ilyen adatértéklánc, hogy tényleg létre tudjon jönni egy ilyen, és mindenki azt az adatkészletet lássa, amire az ő döntéseihez szüksége van. Mert most ez nem így van. Tehát, hogy akkor van így, hogyha egy cég vagy egy szervezet maga lefedi az értékláncnak egy nagy részét. De egy termelő hogy jut hozzá, vagy mit kéne azt tenni, hogy ez az adatértéklánc egyáltalán létrejöjjön? Jó? Én egy személyes esetet hogy emlegessek fel ennek kapcsán. Agrárgazdasági Kutatóintézetnek dolgoztunk 3 évig egy közbeszerzésen nyert projekten, ahol az volt a feladatunk, hogy a magyarországi összes halászati, vagy tehát halat előállító halastó tulajdonosától gyűjtsük be az összes létező adatot, és mondjuk meg, hogy mennyit hízik a ponty. Nagyon szép projekt volt, nekem van egy személyes elköteleződésem családi okok miatt halászati irányba, és ismertem is jó pár ilyen halastó tulajdonost, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép feladat, és a nap végén tényleg meg tudjuk mondani, hogy mennyit hízik a ponty. Hát nem mesélem el az összes kalamajkát, ami ezzel kapcsolatban volt, és a végén eljutottunk odáig, hogy nem akartunk még egyszer indulni ezen a beszerzésen az aki részére, de ugye végigkövettem azt a folyamatot, amit te most kérdeztél, hogy a halastónál ott az egyes papíralapú dokumentumokban hogyan képződik az adat, hogyan próbálja meg ugye a megvett, meg halikrából, meg mindenféle egyéb dologból hallá avanzsálódott élőlények kapcsán elmagyarázni a különböző hatóságoknak, hogy egy részét ellopták Varsával, egy részét megették a madarak, és sajnos ugye a konkrét mérések akkor tudnak megtörténni, amikor lehalászás történik, mert nem látjuk, hogy mit teszik a busa.
sőt nem látjuk a halat sem a víz alatt, hogy egyáltalán mi történik vele. Tehát van egy olyan gap, amit akármennyire próbálunk adatként előállítatni a halastó tulajdonosával, az soha nem fog látszódni, mert ebben az esetben jelen vannak a disznóval ellentétben a víz alatt az élőlényeink. És ugye ennek az összes ágat, bogát próbáltuk meg azért mégiscsak úgy nyomon követhetővé tenni. És vannak benne ugye nem nyomon követhető dolgok, vagy legalábbis ami mondjuk azt, hogy szürke zóna, mert nem tudjuk, hogy mi történik vele. De tulajdonképpen nekem az volt a tanulság benne, azon kívül, hogy nem akarunk még egyszer egy ilyen projektet látni, ami szomorú számomra, mert tök érdekes lenne, de ez inkább az aki miatt van, hogy az a szándék, hogy digitalizáljunk folyamatokat, és legyen róla egy összképünk, hogy mi történik egy adott ágazatban, az tudja drive-olni egy valamilyen központi államigazgatási szerv, viszont miután nem adtak semmilyen támogatást ehhez a történethez, a túnak óriási szívességhálót kellett létrehozni azért, hogy ez valahogy összetákolható legyen, hiszen az ő oldalán ez egy munkaköltség. Én azt látom, hogy ez egyik legnagyobb akadály, hogy amikor tervez egy valamilyen szervezet adott áramlási folyamatot, nem teszi érdekelté ezeket a szervezeteket, és anélkül nem szabad semmit neki állnunk digitalizálni, ez az érdekelt ne legyen meg. És ez ugyanígy igaz a SPÁR-ra is, aki adminisztratív kötelezettségként tekint arra, hogy a KSH-nak az SAP-ből gyurmázza ki az adatot. Ez nem jó logika. Tehát én azt gondolom, hogy az érdekeltség az egy kulcs szó kéne, hogy legyen minden ilyen digitalizációs folyamatban. Egyből hadd válaszoljak egy kicsit, hogy persze kihalászok a KSH-tól is a sok-sok adatot, meg használjuk is, meg minden közvélemény kutatóét is, meg adatgyűjtőjét is, de ami a legtöbbet tud segíteni nekünk, az a saját adat. És ha legalább a saját adatot fel tudjuk úgy dolgozni, és megvan az egész láncból az összes adatunk, fel tudjuk úgy dolgozni, hogy tudunk legalább a tervezésbe előbbre lépni ezzel, és ne talántán még a beszállítók felé is oda tudjuk adni ezeket az adatokat, akkor ez tök jól tud működni. Ami mindig féket rak a rendszerbe, az, hogy egy irányú ez a kommunikáció, és hogyha megvan ez az adathalmazom, és én odaadom, hogy tessék, gondolkozzál vele, de hogyha nem kapom vissza azt, hogy oké, látom, hogy te ennyit szeretnél venni, de én csak ennyit tudok. Sőt, jövőre nem teszek be annyi földterületet a kukoricára, azért, mármint a csemege kukoricára, és ezért nem fogok tudni. Tehát ez annyira hiányzik a rendszerbe, hogy el nem tudom mondani. Tehát mindenki gyakorlatilag vakon repül a termelés tervezésénél, de én nem tudom, annyira az agrárban is így történik-e. Szerintem azért a takarmány előállításban nem, de az élelmiszer előállításban ezt tudja, hogy így működik, és nagyon látszik a rendszerből, hogy amikor pont egy ársapkás rendszer történik, vagy hogy hívtuk ezt, hatósági áras rendszer történik, mondjuk hétfőről szerdára, abban a pillanatban mindenki áll és néz, mert nem tudja lereagálni az ilyesmi történetet. A kereskedelem áll és néz, mert nem tudja, hogy honnan fogja elővenni azt a megnövekedett mennyiséget. A termelő áll és néz, mert ő se tudja gyakorlatilag lereagálni ezt. De hogyha meg lenne ez információs, nem egy ilyen sokszerű bejelentés, hanem egyáltalán lenne információ a piacról, egymásról, a kereskedelmek, a termelésről, a takarmánytermelésig. Tehát ha meg lenne az információ, és mindenki bele tudna nyúlni ebbe az adatrendszerbe, sokkal könnyebben fel lehetne készülni rá. És hogy mondjak még egy ilyen láncot, aki látszólag jól működik, nem tudom, nem is akarok nagyon mélyen belemenni a dologba, de egy bonafant szintű rendszerbe, ahol gyakorlatilag kvázi csak az értékesítés hiányzik a végéről, ez a gondolkodásmód döcögve, de működik a rendszer. Tehát abszolút működik. És miután egy nagyon komoly stratégiai kapcsolatban tudunk lenni velük, pont amiatt, mert az alapanyagokat dolgozzuk fel, hogyha összedolgozunk ezen, és most már 2-3 éve dolgozunk ezen, hogy az információkat, adatokat egymásnak rendelkezésre bocsássuk, akkor ez mind a két oldalra egy akkora nyereséget jelent,
hogy egyszerűen ki tudunk lépni a meglevő piaci térből. Tehát én is NAV párti vagyok abszolút minden szemszögből, tehát ott is ott vannak az adatok, plusz még ezt tudnánk, a nyomonkövetés is ugye előkerült az első körbe. A nyomonkövetés is addig jó, amíg ez a nyomonkövetés tényleg az elejétől a végéig működik. Ma nem működik. Tehát ma odáig működik talán a nyomonkövetés, hogy beérkezik egy élelmiszer láncba, vagy beérkezik egy termelő üzembe, és odáig végigviszük, de ott sem mindenhol. És hadd hozzak egy külföldi példát, mindig ezzel példálozom persze, mert a tulajdonosaink gyakorlatilag onnan vannak. Ausztriában ez az unióba lépéskor a saját piacuk védelmében úgy történt, hogy kialakítottak egy olyan rendszert, amivel nyomon tudják követni az Ausztriában született, nevelkedett és ott értékesített élelmiszert. És ez ma olyan szintre növekedett, és ennek a digitális nyomonkövetése is olyan szinten van, hogy nagyon nehéz kilógni ebből a rendszerből. És a vevő most már követeli. Oda megy, megnézi a terméket, leolvassa róla a vonalkódot, és nem humbukot lát mögötte, mert tudunk mi is humbukot rakni mögé, nagyon szép termelőket, meg bárkit, hanem valóban látszik mögötte a termelő, hogy ki csinálta, mikor, melyik egyedből származott. Na, ez nagyon hiányzik. És hiába akartuk ezt felépíteni 20 évvel ezelőtt, még ma se tartunk itt. Messze nem tartunk itt. Reméljük, majd egyszer eljutunk ide is. Köszönöm szépen. És akkor, ha szabad, igen, annyiban egészíteném ki az elhangzottakat, hogy egyrészt nem tudom a választ a kérdésedre, tehát ugye ösztön mondani, mint az első nyelvvizsgámon, hogy hát nem tudom, de van egy-két jó mondatom hozzá, úgyhogy itt is ezt a taktikát alkalmazom. Egy picit ezt az adatlelkesedést kénytelen vagyok árnyalni, pont azért, amit itt a Ferenc is mondott okokat. Egyrészt a NAV-ba vetett hitet azt kell osztanunk, szinte mindnyájunknak, mert ez közös érdekünk. Ma bármilyen kereskedelmi adatot, ha szeretnénk megismerni, akkor ugye valóban elmentünk a KSH-hoz, soha nem fogjuk megkapni, ha csak nincs valami közfeladatunk, amire ezt elkérhetjük. Vagy elmehetünk piackutatókhoz, akik ez egyébként nagyon korszerű módon adatgazdasági megközelítések mentén minden fogyasztási adatunk ott van. Tehát ma Magyarországról a legtöbbet egyébként a piackutató cégek tudnak, többségében egyébként külföldi tulajdonban lévő piackutató cégek. Na most ezt ki tudna váltani a NAV? Hiszen kétségtelen minimális jogszabályi feltalmazással minden fogyasztási adattunk, lényegében egy egész élelmiszerfogyasztási adatbank vagy adatközpont létre tudna jönni. De a másik oldala ettől még hiányzik. Tehát ez az adat, ez most egy olyan arany, ami ezt a fogyasztási oldalt, ezt itt megteremteni a NAV oldalán, de a termelés oldalán meg nem. Tehát a termelés oldalán, és nem olyan nagyokkal van a baj, tehát a Spar, a Bonafarm, ők olyan vertikumokat működtetnek, ahol valóban gyakorlatilag a teljes érték láncon. De ugye tehát tudjuk, hogy hány százaléka nagyjából a pici a termelésnek, ott ez nincs. Tehát és ott egy ilyen nyomonkövetési projekt, amire én feltételezem, hogy kéne szólni a nyomonkövetésnek, az ezeknek a pici termelőknek a digitális, részben digitális felkészítését jelenti, hiszen ha őket nem tudjuk becsatolni ebbe az adatárfolyam vagy adatfolyamba, akkor nem csináltunk semmit. Tehát a NAV az egy része, az egyik oldala, és van a termelési oldala, ahol a picikkel, ha nem tudunk valamit kezdeni, akkor igazából nagyon korlátosan értelmes az egész projekt. Én azért is örülök, hogy István van itt, mert nem tudom, hogy itt a közönség ezt mennyire tudja, de ugye a Székely megyékben sok a pici termelő, vagy akár a mikrotermelő, mondjuk így. Ti ezt hogy látjátok, vagy te ezt hogy látod, hogy be lehet őket húzni egy ilyen adatáramos történetbe, vagy mit kell ehhez tenni? Azt látjuk, hogy folyamatosan koncentrálódnak itt a birtokviszony, tehát hogy az a 5 évvel ezelőtt 45 ezer magyar gazda, amely a három megyében van, az most már 42, és ez folyamatosan koncentrálódik. Az, ami jó, hogy helyi kézben van minden terület, tehát hogy onnan kezdve, hogy ez a nagy felaprózódottság plusz a most
kezd úgymond valamilyen szinten a tulajdonviszony is rendeződni. Tehát úgymond megvoltak a tulajdonviszonyok, de nem volt papíron rendezve, miatt nem tudták értékesíteni területeket. Ezzel szemben itt a határ környékén, illetve főleg a déli megyékben, hát mint külföldi kézben van. Tehát hogyha csak Romániát nézem, tehát Romániának kb. Fele vagy akár 60%-a külföldi kézben van. Tehát ez így néz ki. És ott mondjuk a nagy koncerneknél egészen másképp megy az agrárdigitalizációs, az adatgyűjtés is. De ugye nálunk teljesen más, és egyértelmű, hogy a kistermelők nem érti, hogy ő még, hát ő átlátja, tehát minden területét, mindent tud, tehát nem érti, hogy miért kellene egyáltalán. És hát úgymond a nagy termelőket gyűjtöttük egy alkalommal össze. Hát ezek a nagy termelők, ezek egy ilyen a 20 hektár pityókástól a legnagyobb az volt, egy 500 hektáros, ebből volt 2-3, tehát ezek voltak a nagyok. És hogyha, és akkor ugye van egy nagyon jó kollégánk, aki az Agrovirt úgymond behozta Romániába is, hát piac vezetővé tette, Miklós Ervin, és ő elmesélte, hogy hát mennyit lehetne sporolni, ha összeállnak, ha közösen szerzik be a vetőmagot, az input anyagokat, stb. Tehát, hogyha az értékesítést nem is gondolják, de azt is jó lenne, de hogy mennyit tudnának sporolni. És elgondolkoztak rajta, és onnan kezdve elindult egy folyamat, és létrehoztak egy szövetkezetet, amin keresztül úgymond ez a beszerzés megy, és akár az értékesítés. És itt már úgymond tudjuk a nyomonkövetést. Nem egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy a túl kicsiket nem lehet. A fiatalok nyitottak, ezt mi is érzékeljük. Tehát, és itt is látjuk úgymond a kitörési pontot. Nagyon nagy az előregedés, tehát hogy látszik az, hogy ha most nem tudunk a következő 10 évben egy nagyon komoly váltást és nagyon sok fiatalt behozni, akkor probléma lesz nálunk is, úgymond, a Székelyföldet nézem. A többi megyéknél is, itt főleg Arad, Temes megyénél, ott már nagyon nagy, hát nagyon nagy, tehát nem olyan nagyok, de több száz hektáros gazdaságok ki vannak alakulva, ott már rendben van, úgymond, és ott van egy néhány jó fiatal magyar gazda is, akik egyértelmű, hogy jól tudnak fejleszteni, és hát nem kérdés az adatgyűjtés és egyáltalán bekapcsolás egy ilyen rendszerbe. Köszönöm szépen. Én csak így elhallgatva mindenkit, csak annyit tennék hozzá, hogy ez az adat, hogy kinek a birtokában van, az egy jogi kérdés, ezt érszerű tisztázni. A NAV az egy jó központi rendszer, mindent lát amúgy is. De utána az egyes résztvevők, az ellátási ránc résztvevők, legyen az termelés, feldolgozás, kereskedelem, hogy hogyan, kihez, hogyan jut el, azért az egy bizalmi kérdés. És ennek a kialakítása nagyon fontos. Amit a Feri is mondott, hogy egybe vannak a láncok, ami mondjuk egy termelést, egy termeltetést, vagy feldolgozást, vagy adott esetben feldolgozást, kereskedelem, vagy a Bonafarm példáját, az egy nagyon nagy előny. Valójában azt kellene leképezni, és arról megoldást találni, hogy hogyan lehet ezt a láncot összerakni, vagy ki az, akit esetleg be lehet iktatni, mint adat gazda, vagy nem tudom mi a jó szó rá, aki olyan bizalmi tőkét kölcsönöz minden irányba, hogy meg lehet benne bízni, és az adatvagyonnak a kezelésével, feldolgozásával, értékelésével foglalkozva tartja ezt, nem azt mondom, hogy kézbe, de mégis mindenki számára elérhetővé és korrekt rendszerré fejlesztve. Ez szerintem egy nagy kérdés a jövőben, hogy erre kellene megoldást generálni. Csak egy gyors válasz erre, hogy ezt kimondjuk Ausztriában, ez az agromarketing centrum gyakorlatilag. Ott, tehát kvázi egy állami intézmény, ahova aki működteti gyakorlatilag ezt a nyomonkövetési rendszert. És ott van minden adat, onnan kapja meg mindenki az adatot, van egy tagsági díj, oda-vissza mindenhogy működik a történet, csak hát ez történelmi így alakult, ki kell alakítani a rendszert, én látom benne a fantáziát ettől függetlenül. Jó, most... jó, oké. Tehát mivel itt elhangzott az elején, hogy ugye ez az agrárkerekasztal az ilyen családi szokott lenni, tehát kinyitjuk az agrárkerekasztal, úgymond, úgyhogy van még egy olyan 5-6-8 percünk, hogy bárkinek van kérdése, hozzászólása, az
az megteheti. Jó, a Sándor volt az első. Köszönöm szépen, Pajna Sándor vagyok, Ekközik ZRT. Hát a mezőgazdaság első találkozás az valamikor 20 évvel ezelőtt volt, amikor egy napkoron, lehet, hogy sokan nem tudják, vagy lehet, aki hallott róla, annak idején egy agrárbőrze rendszernek voltunk a kialakítói. Hát azt úgy kell elképzelni, mint az a fal, egy ilyen, hogy mondjam, holland, belga, német mintás bőrze rendszer, ahol megkeletkezett a szövetkezetbe beszállított áru alap, tehát ott összeálltak a gazdák a fogyasztásra és a értékesítésre egyaránt, és az volt, hogy az adott kategóriába a induló árról ment visszafele az óra, voltak ilyen licit pultok, ugyanúgy, ahogy ez Hollandiába, Belgiumba, Németországban megvan, és ahogyha valaki nyomott egy árat, akkor azon az áron mondta, hogy milyen mennyiséget vesz, és ezt, hogy mondjam, a beszállítás arányában szétosztották a gazdáknak, tehát mindenki érdekelt volt abban, hogy nem az volt, hogy egyik tördi a szemét, a másik meg mindent jó áron eladott, és ráadásul együtt vették meg a különböző alapanyagokat, egyebeket. Tehát ez ugye Magyarországon ez első és egyetlen ilyen valami volt, ami ráadásul nem is annyira primőrre, nem kell mondanom, elhalt. Tehát nem azért, mert nem volt jó az ötlet, de meg lehetett volna akkor már interneten csinálni, és sok becsatlakozása, és ez viszont azt jelentette volna, hogy a résztvevőknek visszacsorog az adat. Tehát az, hogy az ugyanaz, hogy aznap ebből az áruféleségből, karácsony előtt, húsvét előtt, normál nyári napon, mi fogy, hogy fog, tehát, és akkor innentől kezdve ő tudja a termelését is irányítani és optimalizálni. És ha ez megkapja azt a segítséget, ráadásul, hogy neked milyen adottságaid vannak, a te termőhelyi adottságaidból mi az, amit jól ki lehet hozni, és csak azért, mert erre piaci kereslet van, de a te adottságaid nem felelnek meg ahhoz, hogy te jó minőségű terméket állj. Tehát a teljes láncot kellene. És akkor most lépnék tovább a előző kérdésre. Volt egy munkahelyem, ahol volt egy ilyen jelszavunk, vagy hogy mondjam, ilyen jelmondatunk, hogy az információ hatalom, ha keveseké, hajtóerő, ha sokaké. És én ezzel nagyon-nagyon egyet tudok érteni. És valójában itt az jutott eszembe, hogy akkor ki meg milyen formába juthat adathoz. Tulajdonképpen itt sem kitalálni kellene a lukat a makaróniba. Előadó voltam 4 évvel ezelőtt egy adatrobbanás konferencián, ahol ugyancsak véletlenül úgy volt, hogy a holland, azt hiszem holland elnökség volt, és holland minisztériumból jöttek előadók, de jöttek Szlovákiából, Csehországból, Németországból, ahol tulajdonképpen azt csinálták, hogy az összes olyan adat, ami hajtóerő bír lenni, az nem csak maga az adat, hanem ennek a meta, tehát a leíró adata is, ilyen szabványos formában az állam kiteszi azért, hogy aki ebből profitálni tud, az tudja javítani a hatékonyságát. És ez a NAV-ra is válasz lenne, és erre megvannak a módszerek, teljes egészében. Tehát az a dolog lényege, hogy szabványosított formában, és innentől kezdve mindenki, akinek ingerenciája van, és jobb akar lenni, képes erre azáltal, hogy használja ezeket az adatokat. Én ezt javasolnám megfontolni. Javasoljuk. Nem akar. Elnézést kérek. Kvang vagyok, a Matejról, és én is foglalkoztam néhány adattal. Csak itt akartam mondani, hogy itt 2 fajta adatról van szó. Az egyik az a hatósági kötelező hatóság, amit a napnál van, és másik az a adatgazda, az a termelési adat. Itt 2 beszélünk, és egy tényleg, hogy egy termelési adat nem hatósági adat, nem az államnak a gazdája. És azért kéne bánni óvatosan. Én azt javasolnám, hogy kéne gondolkozni egy ilyen adattördészerű létesítése és működtetése. Egy érdekét lehet tenni az, amit a Gergely is mondta, hogy minden adatgazda érdekel, hogy ott lehet kereskedni az adataiban. Pénzé lehet váltani, akkor már megvan orva. Csak ennek a működése hozzan, az már ki kell gondolkozni. Én ennyit akartam mondani. Csak még egy nagyon rövid erre ezzel kapcsolatban, hogy ezt mi megtanultuk egy kicsit ugye a nemzetközi környezetben, hogy az adat mekkora érték, és megpróbáltuk azt, hogy azt az adatot, amit mi tudunk egy-egy beszállítóról, vagy egy-egy termékcsoportról, eladjuk a szállítóknak.
nekifutottunk, és ami érdekes mondjuk egy ilyen 1500-600 szállítóból, 5 vagy 6 volt az, aki egyáltalán érdeklődést mutatott az adatok iránt. Pedig a végén kvázi ingyen adtuk az adatot hozzá, és ez a másik gond, amit még majd meg kell oldani, hogy az a szereplő, aki adathoz jut, azt, ezt tudja felhasználni egyáltalán. Tehát az is nagyon hiányzik belőle, és még egy kicsit visszacsatolva a kis szállítókra, vagy a kis termelőkre, ugye egy kicsi állami nyomásra csináltunk egy ilyen regionális árubeszerzési és értékesítési rendszert. Oda azt látjuk, még azt a Marika néni, aki a konyhájába lekvárokat főz, próbáljuk behozni ugye az élelmiszerboltba, tehát mondjuk egy Spárba bevinni, és ami a legnehezebb, hogy őt meg kell tanítani, és ezt nem tanítja meg más, kénytelen az értékesítő megtanítani arra, hogy hogy csomagold, miért úgy csomagold, milyen vonalkódot tegyél rá, mi is az a vonalkód, azt hogy kell összerakni, és hogyha ezeket már összerakja, olyan boldog, hogy utána elkezd szállítani, és ugye megnő a mennyiség, és nagyon szépen össze tudja rakni a saját kis gazdaságát, de ehhez kell az oktatás, ami megint nagyon-nagyon hiányzik a rendszerben, hogy az élelmiszer előállítók megkapják ezt a digitalizációt nem csak hardware formájában, hanem szoftver meg oktatás formájában is. Köszönöm szépen. Igen. Viszont. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Kecskés Katalin vagyok, a GS1 Magyarország képviseletében, és itt Horváth úr már többször említette a vonalkódot. Jellemzően egyébként erről is ismerik a GS1 Magyarországot, illetve a GS1 szervezetét. Mi alapvetően nemzetközi szinten egy szabványosító szervezet vagyunk. És abba különbözünk mondjuk az ISO-tól, hogy nem csak szabványokat hozunk létre, hanem ezeknek a szabványoknak az alkalmazásba vételét is támogatjuk, gyakorlatilag képzünk. Így, ahogy elhangzott, hogy szükség van igenis arra, hogy megtanítsuk, hogy hogyan lesz a vonalkód, és hogyan lesz alatta egy számsor. Azért kértem szót, mert beszélünk élelmiszer nyomonkövetésről, beszélünk nyomonkövetési szabványokról, beszélünk arról, hogy erre igény lenne, beszélünk arról, hogy adatkészletre van szükségünk, adathalmazókra, adat, akár adott esetben klasszifikációkra, készlet, és hogy mik legyenek ezek az adatok. Most ezeket azért nem teljes részletességgel, de a GS1 már szabványosította, és egy adatkommunikációs hálózatban nemzetközi szinten működik is, hogy ezek az adatok, ezek helyet cserélnek. Amiért és ahogy működik, az az érdekeltség, ami itt elhangzott, hogy azok a közösségek, akik egy adott nyomonkövetési rendszerbe bekerülnek, mindenki érzi azt, hogy neki előnye származik attól, hogy megvan az információ. Technológiai oldalról is létezik szabvány, ezt EPCIS szabványnak hívják, ez működhet RFID technológiával, de egyszerűen csak az adattal is, és ez az, ami összekapcsolja azokat a szereplőket, akik ezeket az adatokat kezelik. Felajánlom, hogy bárki, aki itt van, részletesebben szeretne erről tudni, akár keressen engem, akár a GS1 Magyarországot, és komolyan bilaterális vagy többes találkozót szervezünk, és elmondjuk a tapasztalatainkat, meg keresünk nemzetközi kapcsolatot, akár a holland példa elhangzott. Bocsánat, csak kicsit beteg voltam, és elfogy a levegőm. A hollandok, most voltam kint, tegnap jöttem haza Amsterdamból, olyan mélységű adat, szekventálást adnak elő mondjuk egy paradicsomnál, ami számunkra elképzelhetetlen. Tehát nem csak a fajta, a szín, a magméret, a minden szintig, hanem már olyan mélységekig, hogy tényleg mindent tudnak róla. Megvan a kapcsolati tőkénk, tudunk világ fele nyitni, keressenek minket. Jó, ennyit szerettem hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor még annyi tisztán, ja, bocsánat, esetleg még kérdés. Jó, akkor annyi tisztán van, hogy zárszóként valaki szeretne még, ami benne maradt, és hozzátenni? Nem? Akkor én nagyon szépen megköszönöm az urak és a család részvételét. Akkor berekeztjük ezt a családias kerekasztalt, és akkor elmegyünk a Vágóhelyi Ferenc úrhoz, és akkor megmondjuk, hogy mi hiszünk a napba. Hát, ha ennek örülni fog. Ez egy pozitív. Igen. Igen, ez lesz a jelszavunk, hiszünk a napba. Köszönjük szépen!